hátára, de van még egy fényképem. Legyen szíves akkor. Amit ültetett a templom előtt. Mikor is jártam önöknél? Várjál csak. Nem van, tegnap ott. Tízben el. Igen, azóta ápoljuk a fát, és szeretettel gondoljuk is tíz. Elnök úr, maga több aláírást ad, mint a Gyókovics. És lassan többet írok, mint Kosztolányi egész életében. Üdvözlöm a férjét. Köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok a választ. Nem, a túlaiak vagyunk. Kivételes és nagyszerű pillanatban osztozunk ma. Ünnepelünk. Azt ünnepeljük, hogy 1885. március 29-én világvasárnap megszületett Kosztolányi Dezső. 1902. októberében volt a levegő a gimnáziumi önképző körülésein. Egy érzékeny, magabiztos, lángoló kamasz próbálgatta szárnyait és orosztán körmeit a falak között. Többször mondták nekem az elmúlt hónapokban, hogy a szoborállítás politikai cselekedet úgy készüljek. Ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy ugyanannyira politikai, mint a szobor nem állítás, amit 2010-ben sikerült megtanulnunk, amikor Kosztolányi születésének 125. évfordulójára az akkori városvezetés bőgtősen mentesen tagadta meg a szoborállítás engedélyét. Nem szerte kedvünk ez a viselkedés. Némi malíciával azért hozzáteszem, nem is csodálkoztunk rajta. Viszont néhányan nagyon erősen hittünk abban, hogy a dolgok a helyükre tudnak kerülni. Kosztolányi Dezsőnek kevés idő jutott, de éppen elegendő arra, hogy helyére tegye a dolgokat. Segítsen nekünk helyére tenni. A kritikai kiadás az irodalomban, ez a lázadó, vad, édes gimnazista pedig itt, a szülővárosában, hol lelkek és göröngyök közt botlunk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Kosztolányi azt írta, a szobor legtöbbször jóvátétel. Elégtételadás és bocsánatkérés valakitől, akit az élet bántott meg, vagy mi bántottunk meg. Ez a szobor egy ilyen pillanatnak állít emléket, annak a pillanatnak, amely nem példátlan a magyar irodalom történetében, egy kicsapott diák, zsebében nehezen kiküzdött szabadságával a saját útján indul el a világba. Elindul, mert mennie kell, mert érzi, megy, mert érzi, sőt tudja, hogy sokra hivatott. Nincs alkú, nincs kompromisszum, el kell indulnia a szabadság útján. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor egyesek arra vetemettek, hogy vitassák hazafiságát, akkor Kosztolányi a következőt felelte. Magyar vagyok, magyarul írok, és ennél nagyobb szerelmi vallomást nem tehetek a népemnek. Verseim mellé nem voltam hajlandó erkölcsi bizonyítványt is mellékelni. Kosztolányi nem vált rabjává egyetlen politikai nézetnek, eszmerendszernek sem, mert ő más rabja volt, ő a magyar nyelv rabja volt. A magyarul gondolkodás egyszerre jelentette számára az eszmét és a politikát. Tudta, hogy a szó és a szellem jogán minden porcikájával és leheletével egy közösséghez tartozik, amelynek tagjai itt és ott, minden itt a világon, mint egy összeesküvésszerűen magyarul beszél. A magyarok szellemi kincse a más nyelvet beszélők számára szinte feltörhetetlen. De vigyázat, kedves szabadkaiak, minél kevésbé vigyázunk a magukat magyarnak valló és magyarul beszélő emberekre, ez a kulcs annál nehezebben fog forogni az árba. Kosztolányi szerint nekünk magyaroknak
úgy kell mennünk Európába, hogy visszük magunkkal a szavainkat, a nyelvtanunkat és az abból fakadó szemléletünket. Minden nyelv más és más szemléleti forma megnyilvánulása, amelyek nélkül kevesebb lenne Magyarország, de kevesebb lenne Szerbia, sőt egész Európa is. Mára kiderült, az a hegycsúcs, amelyre Kosztolányi állt, magasabb, mint azok a tornyok, amelyeket a manapság divatos eszmerendszerek kortak össze Európában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amíg lesz magyar szó Szabadkán, addig Kosztolányi emléke is élni fog. A gimnazista diák pedig itthon fogja érezni magát, ha lesz magyar szó.